A Pannon Egyetem négy kara, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával közösen közel 830 millió forintos támogatást használhat fel, melynek keretében az időjárási szélsőségek regionális hatásait, valamint az ezekből eredő károk enyhítésének lehetőségeit kutatja. A projekt hangsúlya nem a 100 év múlva bekövetkező hatásokra helyeződik, hanem olyan problémák alaposabb megismerését tűzte ki célul, melyek akár éveken belül befolyással lehetnek életünkre. Foglalkozunk a időjárásnak a természeti rendszerekre gyakorolt hatásával. Elemezzük azt, hogy a mezőgazdaságnak milyen kihívásokkal kell szembenézni az elkövetkező időszakban, de vizsgáljuk azt is, hogy ennek milyen gazdasági vetülete és a társadalmi, szociális vetülete lehetséges. Földünk több millió éves létezése alatt megszámlálhatatlanul sok globális eseményen ment keresztül, melyekhez, mint tapasztaljuk, alkalmazkodott és túlélte azokat. Érdemes tehát megértenünk azt, hogy mikor a változásokat vizsgáljuk, nem csak a bolygónk, hanem főként saját túlélésünk érdekében is tesszük. Azért kell elsősorban a lehetőség szerint a változásokat valahogy kezelni és azok ellen valamit tenni, mert ez egyre nagyobb kihívás az emberiség számára, ennyi embernek az élelmezése elsősorban, illetve hát a megfelelő életbiztosítása ennyi ember számára. A projektnyitó konferencia keretében Gácser Vera meteorológus tartott előadást Magyarország időjárásának utóbbi években bekövetkezett változásairól.